Sziasztok! Ma ezt a nagyon egyszerű és mutatós süteményt fogjuk elkészíteni, aminek a neve Pavlova. Az alja egy habcsók, közepében friss gyümölcs található, illetve tejszínhab koronázza meg az egész kompozíciót, amit néhány friss gyümölcs díszít. Tartsatok velem és nézzétek meg, hogy hogyan készül, hát ha kedvet kaptok ti is hozzá. Szükségünk lesz 3 tojásfehérjére, egy teáskanál citromlére, csipet sóra, 5 g keményítőre, 10 deka porcukorra és 10 deka kristálycukorra. Porcukrot a keményítővel elsőképp keverjük össze. Tojásfehérjéhez adjuk hozzá a sót, illetve a citromlét, kis fokozaton kezdjük el havosítani, majd apránként adjuk hozzá a kristálycukrot. A gépet kapcsoljuk magasabb fokozatra, majd 4-5 perc habosítás után kanalazzuk hozzá apránként a keményítős porcukrot. Ezután nagyjából 6-7 percig habosítjuk még a tojásfehérjét. A végeredmény pedig egy ilyen nagyon masszív és sűrű tojáshab. A masszát töltsük habzsákba, majd egy sütőpapírra borított lemezre formáljunk belőle kis kosarakat vagy kis fészkeket. Én itt szilikonlapon dolgozok, mivel elfogyott a sütőpapírom, de kipróbáltam már többféleképpen is, teljesen mindegy, lemezen múlik a siker. Az elején kisebbekkel kezdtem, de aztán rájöttem, hogy talán jobb lesz, hogyha pár nagyobb darabot is készítek belőle, úgyhogy innen már ezt a másik méretet vettem fel. Illetve itt szeretném azt is megjegyezni, hogy nem kizárólag ilyen nagy teljesítményű géppel verődik fel tökéletesre a hab. Rengeteg éven keresztül sima kicsi kézi mixerrel dolgoztam, és ugyanolyan szuper eredményt lehet azzal is elérni. Azt hiszem, hogy 2-3 perccel tovább kell akkor habosítani. Kilenc darab lett így ebből az adagból, de mivel maradt még tojásfehérje, arra gondoltam, hogy csak így simán kinyomkodom mellé, és pár habcsók lesz majd belőle, ami aztán később akár magában megenni, vagy díszítésként is nagyon jól funkcionál, úgyhogy semmiképpen ne dobjuk ki. A sütőt melegítsük elő 100 fokosra, majd nagyjából 2 órán keresztül szárítsuk benne a habcsókokat. Magasabb hőmérsékleten sajnos meg fognak repedni, illetve én nem használtam sem légkeveréses, sem más funkciót, sima alulfelülsütéssel készítettem. Itt már a megszáradt és teljesen kihult habcsókokat veszem le a szilikonlapról, nagyjából így kell kinézniük. És most következik az érdekesebb része a dolognak, nagyjából 5-6 deka epret apró kockákra vágtam, majd a kis mélyedésekbe töltöttem őket. Ez egy 4 deci felvert tejszín egyedül kanál porcukorral, nem kell, hogy túl édes legyen, hiszen nagyon édes maga az alapú. Majd ezt is töltsük habzsákba, és ilyen szép kis stufnikat formázunk az eper töltelék tetejére. Sajnos pont nem látni megfelelő szögben, de nagyjából így kell kinéznie. Egyébként csillagcsövet használtam hozzá, de bármilyen megteszi, sőt, az is teljesen jó, hogyha egyáltalán nem használunk semmilyen díszítőcsövet hozzá. Most pedig elérkeztünk a végéhez, díszítsük fel őket ízlés szerint, aki friss gyümölcsel, én tettem hozzá pár mentalevelet is, nagyon feldobja. Ennyi lett volna ez a csodás és nagyon egyszerű recept, köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!